Hosszú távon semmifajta olyan következményre nem kell számolni, ami az egészséget rontaná. Én azt gondolom, hogy az mRNA-s vakcinák, meg a többi összes vakcina olyan technológia, ami már ki van próbálva. Az, hogy ez az mRNA-s vakcina technológia nagyon új lenne, és emiatt aztán fú, majd nem lehet tudni, mi fog történni, ez nem igaz, ezt már alkalmazták más védőoltásoknál, csak az olyan védőoltások, amit Magyarországon nem használunk. De ettől még ez a technológia, vagy a vektorvakcinás technológia, elölt vírusos technológia, ez közöttünk van már sok évtizede, tehát ezek működő dolgok, nem kell félni a hosszú távú mellékhatásotól. A hosszú távú mellékhatás akkor alakul ki, ha valaki Covid fertőzött lesz, és kialakul mondjuk egy fiatal embernek olyan szívritmus zavara, ami aztán az egész életét be fogja árnyékolni, nem fog tudni normálisan sportolni, edzeni, lehet, hogy a karrierjében olyan dolgokat nem tud majd választani, ahol egy fittségnek kell meglenni, például csak a kardiológiai mellékhatás. De rengeteg olyat látunk a fertőzésen átesettek közül, akik relatíve könnyen megúzták, szóval olyan hosszú neurológiai, pszichiátriai, depresszióval járó epizódba keverednek bele, ami egyértelműen a Covid-hoz köthető. Én azt gondolom, hogy ezt kockáztatni sokkal nagyobb butaság, mint azt választani, hogy beoltatom magam egy olyan vakcinával, amiben azért már látjuk, meg a tudomány azért már sok évtizede látja, hogy nincsenek hosszú távú mellékhatásai. Maga az mRNA-s egy pillanat alatt elbomlik, megteszi a dolgát, és onnantól kezdve az immunválasz kialakul.